tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Dr. Vince Miklós, vagyis Vince Miklós, vagyis Dr. MZ per X, és bizony, egyedül vagyok ma a stúdióban, ugyanis ma egy egyemberes adás lesz, természetesen ezt majd felpestíthetjük némi betelefonálással. Ez itt a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sáv, vagyis a Tilos Rádió, illetve a tilos.hu-n is élvezhetők a Szokolébresztő hangjai. A mai adásunk témája ugye némileg érthető abból, hogy miféle politikai helyzetben élünk mostanság, ami itt a hozzánk legközelebbi régiót illeti Kelet-Európában, és emiatt jött az ötlet, hogy igazából az ukrán űrkutatásról elég kevés szó esik, annak ellenére, hogy meglepően jelentős, és igazából régebben is akartam erről adást csinálni, ugye voltak tematikus adásaink, többször volt szó az indiai, a kínai űrprogramokról, rengeteg szó esett természetesen az orosz meg az amerikaiakról, meg mindenféle az európai űrprogramról, természetesen magyarról nyilván. De eleve egy jó koncepciónak tartanám, hogy végigmenjünk mindenféle olyan nem annyira homloktérben elhelyezkedő űrkutató, űrtevékenységet végző országról, és hát erre most egy ilyen apropót adott ez az ukrajnai kibontakozó feszültség, ami részben egyébként ráirányítja a figyelmet, hogy milyen bonyolult itt a helyzet, amit nagyon jól megmutat egyébként például az űrtevékenység összefonódása Oroszország és Ukrajna között, hiszen természetesen ugye ez is a szovjet múltnak egy öröksége mindkét országban, és egyáltalán nem triviális, hogy például Ukrajna mennyire tekinthető önálló űrtevékenységet végző hatalomnak, de egyre inkább igen, és meglepően nagy mértékben, úgyhogy itt ennek a történeti gyökereit, meg a jelenlegi, meg a bizonytalan jövőbeli helyzetet fogja tárgyalni ez a mai adás, és az adás telefonszám az 215-37-73, ezt most be is kapcsolom ezúttal, és nézzük meg, hogy miről lesz akkor tehát szó. Tehát érdekes, hogy eleve nehéz elkezdeni, mert igazából tulajdonképpen első körben talán azt kell itt megérteni, hogy az ukrán űrkutatás amennyiben van, hiszen létezik Ukrajnának nemzeti űrügynöksége, amit úgy hívnak egyébként, hogy Ukrán Nemzeti Űrügynökség, és hát ez lényegében azóta létezik, ugye nevet váltott többször is, de igazából lényegében a Szovjetunió felbomlása óta létezik így önállóan, de hát ott ugye eléggé furcsa helyzet állt elő, ugye közvetlenül a Szovjetunió felbomlása után egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy például egyáltalán a rakétaipar az mennyire maradhat Ukrajnában. És ugye itt elsősorban, amiről beszélni fogok, az nagy részt egyetlen egy gyár koncern, vagy egyetlen egy ilyen fejlesztő konzorciumnak a munkája, amit tényleg első számú főszerepet játszik, ami 1954-ben a Juzsmas nevű autógyárat alakították át tulajdonképpen felső politikai utasításra, rakétagyártásra. És ez a rakétagyár, hát akkor Dnyepropetrovszk nevű helyen volt, ugye ezt több néven futott a történelem során, Jekaterinoszlávnak hívták régebben a cári időben, aztán ugye ukránul Dnyipro, nem Dnyepro, nem Dnyipropetrovszk, most már csak Dnyipro néven fut, 2000-valahányban váltott nevet a város. Ez az a város, ami tulajdonképpen a rakétaiparnak a Szovjetunióban ez egyik központi helye volt, el is nevezték ezt úgy, hogy ez a szovjet rakétaváros, tehát ilyen értelemben párhuzamba állítható az amerikai Egyesült Államokbeli Huntsville-lel. Ugye Huntsville volt az a hely, ahova annak idején a Németországból elhurcibált II. Világháborús rakétafejlesztő csapatot, Werner von
Aldebaranal az élen letelepítették, és ők ott folytatták a rakétafejlesztést és gyártást. Na, hát valamilyen szempontból ennek a megfelelője lehetett tehát az akkor Dnyepropetrovszk nevű város, ugye, ami a Dnyeper mentén van. És ott a mai napig egyébként ez a cég, ez továbbra is létezik, a Juzsmas, illetve a neve egyébként Juzsnoje néven is ismert ugyanez a cég, és műholdtervező iroda is funkcionált ott, ezzel nagyon szoros együttélésben. Tehát ott alakult meg a, hát ugye nem adtak nagyon fantáziadús neveket annak idején a szovjet időkben, de az OKB 586-os, vagyis a összszovjet tervező iroda, 586-os számú összszovjet tervező iroda működött ott, aminek egyébként a legendás Mihail Jangel volt a vezetője, aki rengeteg rakétának a kifejlesztésében vett részt. De hát egyébként a szovjet korszakban ott találjuk egyébként az ukrajnai ukrán származású, illetve ukrajnai orosz származású kutatókat mindenhol az orosz űrprogramban. Gondoljunk csak Valentin Gluskóra, aki lényegében a fő hajtóműtervező volt a Szovjetunióban. Ugye a Gluskó az még a híres Szergej Koroljovval együtt kezdte meg annak idején a rakéta tervezést még egészen a 20-as években, tulajdonképpen, amikor még nagyon fiatalok voltak, és akkor Moszkva környékén létrehozták ezt a GIRD nevű, lényegében amatőrökből álló rakétázó csapatot. Aztán ez egy egyre komolyabb méreteket öltött. A második világháborúban már fegyvertervezési feladatokkal is megbízták őket. Na de még előtte ugye volt az a történet, hogy őt is, meg Szergej Koroljovot is gulágra küldték, mert bizony valami pénzelherdálással megvádolták őket, de egyébként úgy volt, hogy Gluskót fogták el előbb, és akkor Gluskó vallomása következtében fogták el a Koroljovot, és mind a kettejüket elvitték Szibériába, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve mindig volt köztük valamilyen értelemben vett feszültség, mert a Koroljov igazából mindig úgy tekintett a Gluskóra, hogy ő neki köszönhető, hogy őt így megkurcolták. Ami hát egyébként valószínűleg igaz is, hiszen tényleg az ő vallomása alapján csinálták azt a teljesen nevetséges, idézőjelbe vett pert, aminek az eredményeképpen a Koroljovot elítélték. Na most ennek ellenére együtt dolgoztak utána is, együtt voltak akkor is, amikor elküldték őket a második világháború legvégén a németekhez, hogy ott megnézzék, hogy mi maradt, meg felmérjék a terepet, hogy mit lehet eltanulni a német rakétatechnikából. Ugye ott a megszállt Németország szovjet zónájában. Na, ott volt például ugye Peenemünde, ugye ez egy nagyon fontos hely volt annak idején, mert ugye a von Braunékot csinálták a FAU-2 kísérleteket, de hogy már itt kezdettől fogva persze felbukkan például Valentin Gluskó, de egyébként a Jangerről egyébként, akiről szintén szót ejtettem, ő igazából szintén egy nagyon kalandos életutat mondhat magának. Ugye ő hát még annak idején, például 1960-ban már ebben a műsorban többször emlegettük a Nyegyelin katasztrófa nevű eseményt, ami egy tömegszerencsétlenség volt, amikor Bajkonurban egyébként a Vostok programmal, a Gagarint az űrbe szállító Vostok programmal egy időben egy kisebb, ilyen atomtöltetek szállítására való ballisztikus rakétát, az R-16-ost tesztelték. Én nagy hatalmasságok jelenlétében ott voltak a menő magasrangú pártfunkcionáriusok, tábornokok, stb. Például ugye Nyegyelin főmarsal, akiről ez az egész katasztrófa később a nevét kapta a köznyelvben, és akkor ott volt ez a rengeteg ember, a rakéta körül mászkált, amikor egy hiba miatt felrobbant az egész, és tényleg, hát máig vitatkoznak, hogy hányan haltak meg, de hogy nagyjából olyan 70-en biztos, és ugye tényleg lényegében le lett fejezve ezáltal a szovjet hadseregnek a rakétás csapata, vagy a rakétás ágazatának a vezetői, hiszen tényleg nagyon magas tagú emberek egyszerre meghaltak ebben a robbanásban. Jangel volt ennek a rakétának a fő tervezője, és csodálatos módon ő ezt megúszta, de épp hogy, tehát valahogy éppen nem volt ott. Tehát, hogy ott volt Bajkonurban, csak nem ott volt konkrétan a hely közelében, amikor történt a robbanás. Na, igen, szóval hát ez mutatja, hogy itt
nagyon magas szinteken, ilyen főkonstruktőri szinteken mindig találunk ilyen ukrán kutatókat, de egyébként még azelőtt vissza kell menni igazából, ha tényleg a KH-tól akarunk elindulni, akkor fontos megjegyezni, hogy még az első világháború idején is, ugye Jurij Kondratyuk neve az mindenképpen egy elkerülhetetlen, és egyébként eléggé alul reprezentált név az űrkutatás történetében, úgyhogy róla mindenképp érdemes pár szót ejteni. Ez az ember, aki Kijev közelében született, nem azon a néven, hogy Jurij Kondratyuk, hanem igazából az volt az ő tisztességes neve, hogy Alekszandr Ignatyevics Sargej. És ez a Sargej, ez családja révén ilyen többedik generációs cári katona családban volt, tehát ez azt jelenti, hogy ő bizony a cári hadseregben ő maga is egyébként egy tiszt volt, és ennek megfelelően, amikor az első világháború után fordult a kocka, és jött a bolsevista forradalom 1917-ben, akkor ugye neki lényegében nagyon is tanácsos volt neki eltűnnie, és identitást váltania, és ez a Sargej nevű fickó ekkor szerzett olyan okmányokat, hogy onnantól kezdve ő a Jurij Vasziljevics Kondratyuk néven futott, tehát innentől kezdve ilyen néven vált ismerté, mert aztán a háború után a 20-as években ilyen néven jelentek meg a könyvei, amik forradalmi munkák voltak. Az 1914-ben írta egyébként, konkrétan a lövészárokban, meg ilyen helyeken jegyzetelgette a kis füzetébe katonaként az ötleteit, amit aztán a 20-as években adtak ki, és ezek az ötletek tartalmazzák lényegében azt a koncepciót, hogy hogyan kell eljutni a Holdra. Mármint abban az értelemben tartalmazza, hogy ugye hogy a energetikailag a leghatékonyabb módja például a Holdra vagy bolygókra történő leszállásra, hogy egy nagyobb űrhajó oda megy a Hold körüli pályára, és lebocsájt egy kisebb leszálló egységet, ami aztán visszaszáll, és az űrhajó a Hold körüli pályán találkozik az anyaűrhajóval, ez a felszálló Holdcom találkozik az anyaűrhajóval, és aztán visszajönnek a Földre. Ugye ez volt az a módszer, amit végül a NASA is választott az Apollo programhoz, meg persze, amit aztán a szovjetek is választottak az ő meg nem valósult emberes Hold programjukhoz. De hát ez egy korszakalkotó ötlet volt, és ez már az 1910-es években ezt egy ukrán fickó leírta, ez a Kondratyuk, vagyis igazi nevén Sargej. Ugye persze azt el kell mondani, hogy itt tudományos szempontból mindenképpen itt az ukrán egyetemek azok ontották a remek szakembereket. Egyébként a számítástechnika vagy a fizika területén is gondoljunk arra, hogy Harkovban tevékenykedett a 30-as években a világ egyik legmenőbb fizikai intézetének az élén Lev Davidovics Landau, ugye a Nobel-díjas fizikus, akinek a hagyomány az óriási, tehát akkoriban írta például azt a nagy Landau-Lifschitz fizikakönyvsorozatot, amiből máig tanulnak és tanítanak a világon mindenhol, tehát Amerikában is a fizika szakon. Na de ott van például, ugye ez a keleti része Ukrajnának, ahol a Kharkov vagy Kharkiv ukránul van. Ugye a nyugati részén ott van ugyanakkor például a Lviv ukránul, vagyis Lvov oroszul, vagy Lvov lengyelül, vagy hát Lemberg ugye németesen, hiszen ez a régebbi osztrák-magyar monarchiához tartozó Galíciának egy városa volt, ott a Lembergi Műszaki Egyetem, ott is ugye kitűnő egyetemi oktatás volt, tehát ezek ilyen nagy egyetemvárosok voltak, és hát nem véletlen, hogy ennek a közelében alakult ki az tényleg a fizika és a rakétatechnika kezdettől fogva. Most egy másik, ugye emlegettem már ezt a Dnyiprot, vagyis Dnipropetrovskot, ahol ugye a Juzsmas autógyárból 1954-ben rakétagyárat alakítottak ki, és ez ugye máig nagyon aktív, ugye erről még sokat fogok beszélni, mert tényleg ez egy központi eleme az ukrán űrprogramnak, de egy másik ilyen elem, ami rendtentően fontos volt, és most ugye hát ugye megint az lett, ugye az a Krím félsziget, és az ott oda telepített különböző űrkutatási dolgok, és hát ugye elsősorban itt a jevpatóriai követőállomást kell említeni, ami azért több, mint követőállomás, mert űrrepülés irányító központként is funkcionált a szovjet űrprogramnak, az emberes űrprogramnak a lényegben a hős korában, tehát 1967 és 75 között a személyzetes emberes űrhajókat a Krím félszigeten levő Jevpatória közelében levő Vitinóban felállított irányítóközpontból irányították, és aztán később is természetesen, amikor már az irányítóközpont maga átkerült 1975-ben a Moszkva környéki Kalinyinba,
amit aztán később Koroljovra kereszteltek át. Tehát a Moszkva melletti Koroljovban van jelenleg az orosz űrrepülés irányító központ, a CUP, ugye? Ami azt jelenti a rövidítését tekintve, hogy űrrepülés irányító, vagy repülés irányító központ, ezt rövidíti a CUP oroszul, Centruprávényie Poliatami, vagy valami ilyesmi, most biztos felröhögött valaki, aki nagyon jól tud oroszul, de hiba határon belül valami ilyesmi. Na és akkor az van, hogy azelőtt viszont a Jevpatoriai irányító központból zajlott az űrrepülések irányítása 1967-től, és az megint egy másképp, hogy azelőtt honnan, most azt hagyjuk, de az nem Ukrajnában volt. Viszont utána is megtartották másodlagos irányító központnak, mert például előfordult többször is, hogy két emberes űrrepülés zajlott párhuzamosan, például a kokáért pont 1975-ben, amikor felavatták a CUP-ot Moszkva mellett, az pont nem más volt, mint a nevezetes Soyuz Apollo, szovjet-amerikai közös űrrepülés, amivel egyébként párhuzamosan a Szaljut 4-en utazott egy másik űrpáros, a Klimuk-Szevasztyanov páros, és hát bizony két irányító központ kellett, két űrrepülést kellett párhuzamosan irányítani, és az egyiket Jevpatoriából irányították, a másikat pedig ugye a Moszkva melletti Kalinyinből, illetve Koroljovból. Na most, de nem csak maga a központ érdekes, hanem ami utána is ott maradt természetesen, és nagyon fontos eleme volt a követő hálózatnak, az a nagy antenna rendszer, ugyanis hát lényegében, ha jobban megnézzük a térképet, ez az egyik legdélebbi helye, nem a Szovjetuniónak, ugye Kazaksztánnak vannak sokkal délebbre belógó részei, de mondjuk a központi területnek, tehát mondjuk azt nézzük, hogy Oroszország, Ukrajna, Fehér Oroszország, mondjuk ezt a jobban összenőtt belső részét a Szovjetuniónak, ott az egyik legnyugatabbi és legdélebbi olyan hely, ahol jól lehet ilyen követőállomást építeni, az pont itt volt a Krím-félszigeten. Az NIP-16 volt egyébként a kódneve ennek az egész cuccnak, és ott a Pluton nevű óriási nagy rádióantennákat szerelték föl. Na most az az érdekes, hogy egyébként ez nem csak az emberes űrrepülések követésére, hanem a Vénusz, a Mars és a Hold felé irányított szovjet ember nélküli űrszondáknak a követésére is használták. Ebbe egyébként valamennyire a nyugatiak is bemehettek, tehát érdekes, hogy annak ellenére, hogy például Bajkonurba a starthelyre egyáltalán nem járhattak be külföldiek, de szerveztek nemzetközi konferenciákat itt Jevpatoriában, és például 1963-ban Bernard Lavell, a Jodrell Bankyi brit rádióobszervatóriumnak a vezetője, az meglátogatta Jevpatoriát, és ott jól körülnézett. Sőt, aztán utána, már a halála után kiderült a naplója alapján, hogy ő megvolt arról győződve, hogy őt ott a KGB meg akarta ölni. Ugyanis, hogy szerinte kifejezetten direkt olyan nagy jelerősségű rádiójelet akartak ráküldeni, amivel halálos egészségkárosodást szenvedett volna. Most ezt nem tudom, hogy ezt mire alapozza be Bernard Lavell, mert ezt időskorban írtam, nem lehet tudni. Mindenesetre érdekes, de ebből igazából az az érdekes, hogy ez valamennyire azért nyitott volt, tehát Jevpatoriába például bejuthattak nyugati kutatók is. Na most az az érdekes, persze, ugye ez a Krím-félszigeten van, és egyébként nem csak ez van a Krím-félszigeten, hanem még Szimferopol környékén, ami ugye egy másik nagy krímeai város, ott húzták föl a Lunodrom nevű épületet, vagyis épületkomplexumot, ami egyébként, ugye ez a Szimferopol melletti város, ez egy zárt város volt, ami azt jelenti, hogy a Szovjetunióban ugye voltak olyan városok, ahova egyáltalán nem lehetett bemenni csak úgy. Tehát ez nem úgy ment, hogyha az embernek volt egy útlevele, akkor a Szovjetunióban oda közlekedett, ahova akart. Nyilván a külföldinek, nyilván az inturiszt nagyon lerövidített listát adott arról, hogy egyáltalán hova lehet utazni, de még a szovjet állampolgárok sem utazhattak természetesen akárhova, hanem volt valamiféle belső útlevél, és különféle jogosultságok kellettek ahhoz, hogy ilyen zárt katonai városokba például egyáltalán be lehessen menni, vagy akár a közelükbe venni. Na az egyik ilyen volt, ugye, egy kisváros Szimferopol mellett, és ott hozták létre azt a gyakorló terepet, ahol a szovjet holdjárókat fejlesztették. Ugye a Lunohod 8 kerekű
elég furcsa alakú szerkezet, ami hát először sikeresen 1970-ben jutott el a Holdra. Kettő volt belőle, ami sikeresen eljutott, de többel próbálkoztak, de kettő volt az, ami tényleg eljutott a Holdra, és ott egyébként kitűnően működtek. Ugye ezek távirányítású, nyolckerekű ilyen holdjárók voltak, amiket a Földről kellett távirányítani, éppen innen. És itt a tesztterep is itt volt. És ehhez egyébként nagyon érdekes volt, hogy olyan önkénteseket választottak ki, akik persze nem tudták, hogy mire jelentkeznek, de azt valahogy tudták, hogy az űrprogramhoz van közük, és ezért azt hitték, hogy ők űrhajósnak jelentkeztek, pedig igazából nem, csak amikor átmentek a teszteken, akkor szembesítették velük, hogy mi a feladat, és a feladat az volt, hogy távirányítani kell egy autót a Holdon, tehát ők autóvezetők voltak. Lényegében ez volt a munkájuk, és botkormánnyal kellett irányítgatni a Lunohodot, ami azért nem egy triviális feladat, ugye, mert ott van a rádiókésés. Tehát, hogy mindig előre kell gondolkozni, hiszen ne felejtsük el, hogy a Holdról oda-vissza a rádiójel az majdnem 3 másodperc, sőt több mint 3 másodperc, nem, majdnem 3 másodperc alatt teszi meg az utat. De akkor még persze arra rá kell számolni némi elektronikai késleltetést is, meg mindent. Tehát azért ez nekik nem volt egy egyszerű feladat, amit egyébként ott gyakoroltak is, ott a Szimferopol melletti gyakorló terepen, ami azt jelentette, hogy ott volt egy berendezett holdterepasztal, és ők elvonultak egy másik épületbe, és mesterséges késleltetéssel távirányították a járművet, ami egyébként videókamerával küldte a képeket, vagy telefotó kamerával küldte folyamatosan a képeket egyébként ez a Lunohod nevű cucc. Na, szóval ez is lényegében Ukrajnában keletkezett ez az eszköz, tehát még egyszer az irányító központ, ide ez a boltot, meg az egyik legfontosabb pontja ennek a követőhálózatnak, ami az űreszközöket követte, ez a nagy Pluton rádió antennák Jevpatoriában, illetve hát itt volt ez a gyár. A Juzsnoje, amit persze akkoriban szintén, ja, meg a hozzávaló tervezőiroda, amit emlegettem, aminek Mikhail Janger volt a vezetője, az OKB 586-os. Na most, a Krím-félsziget szóba került, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy mi történt a Krím-félsziget 2014-es annexiója után például Jevpatoriával. Tehát ez egy érdekes kérdés, mert Jevpatoriában egyébként ez a követőállomás, ez a Szovjetunió szétesését követően ugye ott egy ideig egyetlen nem használták, tehát hagyták lepusztulni, de aztán a 2000-es évek elején az ukrán kormány hozott egy olyan döntést, hogy ezt újra életet lehelnek ebbe az állomásba. És ennek az egyik jele volt, hogy amikor 2011-ben indult egy orosz Mars szonda, a Phobos Grunt, aminek nagyon ambiciózus feladata volt, egyébként az lett volna az ő feladata, hogy leszálljon a Marsnak az egyik holdjára, a Phobosra, aminek a nevét is viseli az űrszonda, és abból talajmintát vegyen és hozzon vissza a Földre. Tehát ez lett volna a terv. Hát igazából ez nem valósult meg, mert már földkörüli pályán ragadt az űrszonda, és már onnan sem tudott elmenni, tehát ez egy nagyon szomorú epizód volt az orosz-szovjet marskutatási program nem éppen sikerekkel fémjelzett történetében. Ez volt a legutóbbi kudarc. Azóta nem volt orosz már szonda, de hát már ennek ugye 11 éve ennek a történetnek. Na de ott az volt a terv, hogy a Jevpatoriai követőállomást is bevonják 11 éve ennek a történetnek. Na de ott az volt a terv, hogy a Jevpatoriai követőállomást is bevonják a rendszerbe, és akkor erről meg is írták a megfelelő államközi megállapodásokat, hogy majd ha odaér a Marsra a szonda, akkor lényegében használni fogják ezt a rádióállomást is. Hasonlóan ahhoz, ahogy az amerikaiak is üzemeltetik ugye az ő Deep Space Network nevű rendszerüket, ami 3 nagy rádióállomás, ami úgy van kitalálva, hogy mindig forduljon például egy bolygó felé a földön elhelyezett 3 nagy rádióállomásból az egyik. Ugye az egyik Goldstone-ban van Kaliforniában, a másik Madridban, Spanyolországban, és a harmadik azt hiszem Canberrában, Ausztráliában, és ezek lényegében egy háromszöget alkotnak, így szinte egyenlő oldalú háromszöget alkotnak a föld gömbön, ez a 3, tehát hogy ahogy forog a föld, valamelyik mindig éppen például a Mars, vagy akármelyik bolygó felé néz, úgyhogy ez a Deep Space Network. Na, az oroszoknak ilyenjük nincs,
és ehhez lett volna egy nagyon jó hozzájárulás ez. Na és most aztán mi történt? Ugye 2014-ben annektálták a Krímet, és akkor ennek megfelelően be is vonultak, és persze azonnal használatba is vették. Tehát ott az orosz hadseregnek van egyébként egy űrhaderője, ugye az amerikaiak nemrég a Trump alatt találtak ki ezt, hogy Space Force. Az oroszoknál eddig is létezett Space Force, vagyis űrhaderő, ami, de ahogy, ugyanúgy, ahogy az amerikaiaknál is, azért ez valamelyest össze van olvadva nyilván a légierővel, tehát légi és űrhaderő. És ott van egy, konkrétan a German Titovról, a második szovjet űrhajóstól elnevezett osztag állomásozik ott, ami egy ilyen teszt, ami egy ilyen, hát ilyen, hogy mondjam, mérnöki alakulat talán, ez a helyes terminus technicus. Hopsz, ez egy telefon, csak nagyon halkan csörög. Már is fölveszem. Halló? Jó reggelt kívánok, kis ember vagyok. Jó reggelt. Nagyon jó az adás, és ugyanakkor előre is szeretném megreklámozni a műsorotoknak a podcastját, hogyha valaki éppen nem tudja hallgatni a Tilost, akkor a Google Podcastból ezeket le lehet tölteni. Így van. Jaj, zseniális, nagyon. Zseniális. Mindenkinek csak ajánlani tudom, amikor éppen nincs internetje, vagy ilyesmi, ugye ha otthon letölti, akkor később vissza tudja hallgatni ezeket a kincset érő adásokat. Két kérdésem volna. Az egyik az az, hogy mondtátok, hogy távirányítással működtették ezeket a Lunohod űrszondákat. Igen. Hogy, és pont most értél ki rá, hogy a Földön ez a három pont, hogyha megvan, akkor tulajdonképpen mindig valami rálát. Igen, ugye, igen, igen. Na de ugye amikor a Szovjetunió volt, akkor még nem ez volt. Hogy így akkor van. Ugye nem 24 órás kapcsolatban nem voltak. Nem, de egyébként nagyon jó kérdés, mert a Lunokhodnál biztos, hogy nem volt 24 órás kapcsolat, de azért előfordult, hogy szükség volt arra, hogyha nem is 24 órás, de azért ne nagyon ritka kapcsolat legyen az űreszközökkel, főleg ha emberes repülések voltak, és emiatt voltak nekik kapcsolattartó hajóik, amik kimentek az óceánra. És ezeket úgy kell elképzelni. Na igen, ugye? Egyébként ezt a kínaiak is csináltak ilyet azóta. Az amerikaiaknak is volt valami hasonló, de az oroszok... Nekik könnyű, nekik mindenhol van támaszpontjuk. Na igen. Vagy egy szövetséges ország. De egyébként a CIA pont onnan tudta annak idején, hogy a Szovjetunió egy emberes repülésre készül, hogy látták, hogy a kikötőből kifutnak ezek a hajók a bazi nagy parabola antennákkal a tetején. És akkor lehetett tudni, hogy itt valami lesz. És tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hadi hajó, és kiáll a tetejéről egy ilyen, vagy egy vagy egy több ilyen... Igen. A CIA-nak, hogy mit csinálod. Persze, ilyen, igen, igen. Hát ezt nem is titkolták, másik... igen, ez igen. Hát nincs is mit. Igen, a másik, sőt, hogy még épp büszkélkedtek vele. Hát így van, így van. Na, a másik kérdésem pedig ilyen kicsit politikai, hogy azt mondjátok, hogy most, hogy a Krímet elfoglalták a szovjetek, na mindegy, hogy jó, de ugye előtte ugye azt a Szovjetunió építette. Igen, ez így van, persze. Igen. És hát, igen. Ugye hát, hogy került át az ukránokhoz? Egyszer csak lemondtak róla? Na ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye nyilván ukrán területen volt az egész, tehát... Ez volt a kérdésem, most már te jobban ki tudod fejteni, hagyok már jó, hozzuk. Mint jó, köszönöm szépen. További jó adást kívánok, és mindenki hallgassa a podcastot, aki nem jut hozzá most élőben. Igen, hozzá. Nagyon köszönöm a reklámot is, meg a kérdést is. Tehát ugye ez az alap probléma. Gondoljunk végig, hogy mi történt például a nukleáris fegyverekkel. Mert ez azért valahol hasonló. Ugye a Szovjetunió, amikor felbomlott, ugye még egyszer, gyors történelmi gyors talpaló, vagy geopolitikai gyors talpaló. Tehát a Szovjetunió, a Ukrajna az egy akkora ország, mint Franciaország nagyjából területileg, és lakosságát tekintve olyan 44 millió a lakosa, volt az több is, volt az 50. Ez a Szovjetunió teljes lakosának az egyötöde. És egyébként annak ellenére, hogy területének azt hiszem csak kb. 3-4% az egész Szovjetuniónak, de mind ipari meg mezőgazdasági termelésében is Ukrajna azért ötödét produkálta a szovjet termelésnek, tehát lakosság arányos mértékben. Tehát bőve területhez képest, ugye nyilván ez a Szovjetunió kenyeres kosara Ukrajna, nézzük csak meg a zászlaját, ugye az ukrán zászló hogy néz ki, ugye fölül világos kék, alul arany színű sáv, hát ez egy stilizált ukrajnai tájkép, ez a végtelen búza mező fölötti kék-ég. Tehát, hogy konkrétan értjük, hogy miről van szó. Tehát Ukrajna az egy különösen fontos eleme volt ilyen szempontból a Szovjetuniónak. Na most,
ennek megfelelően oda telepítették például a szovjet atomtölteteknek olyan nagy részét, hogy amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor hirtelen Ukrajna a harmadik atomnagyhatalom volt a világon, ami azt jelenti, hogy ezen a területen volt, ez volt az olyan ország, ahol a harmadik legtöbb nukleáris fegyver volt. Na most, nyilvánvaló, hogy ez egy destabilizáló dolog, és egyébként nagyon hasonló volt a helyzet a többi ilyen nagyobb tagköztársasággal, tehát ugyanez volt a helyzet Belarusziában is, vagy Kazahsztánban is. És akkor ezek a tagköztársaságok a Szovjetunió felbomlása után 1-2 évvel éppen Budapesten aláírták a budapesti memorandumot, amit az amerikaiak meg a britek felügyeltek, amelyben az oroszok és ezek az országok megállapodtak a következőben, hogy ezek az országok odaadják a nukleáris arzenált az oroszoknak, az oroszok ezt hazaviszik, tehát lényegében például Ukrajnában leszerelik azt az írdatlan mennyiségű nukleáris fegyvert, ami ott fel volt halmozva, ezt az oroszok szépen hazaviszik, ez az övék lesz. Cserébe Oroszország szavatolja ezeknek az országoknak a területi biztonságát. Tehát ezt 1994-ben Budapesten írták alá. Ugye nyilván akkor a Jelcin, Boris Jelcin féle Oroszország. Hát ez egészen addig úgy tűnt, hogy érvényben is volt, amíg ez az nevezetes 2014-es Krím annexió megtörtént, mert az ugye nyilvánvaló ennek az egyezménynek ilyen értelemben egy memorandumnak, ugye egy megsértése. Na most, ugyanilyen jellegű tárgyalások zajlottak az űrkutatási dolgokkal is, csak azok ugye nem ilyen ismertek, mint ez a budapesti egyezmény, vagy számomra nem annyira ismertek, de az ötlet itt is ugyanaz volt, hogy valamiért cserébe, ugye az oroszok voltak, amit leszereltek és elvittek, és voltak olyanok, amikre viszont használati bérletet kötöttek. Erre egyébként a legjobb példa Bajkonur. Ugye Bajkonurt, ahonnan indítják a rakétákat, ezt ugye nem lehet csak úgy odébb vinni, mert az azért jó, mert ott van, ahol van. Mert mondtam, hogy a Szovjetuniónak a legdélebbi része Kazahsztán volt, és ezért nem véletlen, hogy Kazahsztánba tették azt az űrközpontot, ahonnan a legtöbb sőt, onnan ami az ember vezette űrrepüléseket illeti, az összes rakétát indították, hiszen minél közelebb van az ember az egyenlítőhöz, annál inkább hozzáadódik, hogy nyilván kelet felé indít az ember, és akkor a föld forgása az lényegében meglöki a rakétát, és ilyen módon, hogyha az ember ilyen egyenlítői vagy nem túl nagy hajlásszögű pályára akar állni, akkor egy plusz segítség jelent az, hogyha az ember közel van az egyenlítőhöz. Hát ugye Oroszország az meg úgy néz ki, hogy ott fönt Szibériában van nagy terület, mit tudom én, 60 fokos földrajzi szélesség környékén, ugye rengeteg, de hát azért elég kevés olyan területe van, ami elég délre lelóg, és ezért Kazahsztán nagyon fontos volt. Ugye a kazahokkal kötöttek egy ilyen nagy megállapodást, hogy lényegében évtizedekre igénybe veszik bérleti jelleggel a bajkonuri űrkomplexumot, és ez most is így van. Ez egyébként időről időre mindenféle feszültséggel jár. Hát egy hasonló megállapodást látszott körvonalozódni Jevpatóriával is, de aztán az oroszok annyira rossz gazdasági helyzetben voltak, hogy azt mondták, hogy inkább lemondanak erről az állomásról, és ezért nem szerelték le, hanem egyszerűen ott hagyták az egészet. Na most persze hangsúlyozzuk, hogy az orosz az nem egyenlő szovjet, főleg, hogyha pont az ukrán viszonylatban beszél. Tehát azért itt azért tartottam fontosnak kihangsúlyozni, hogy a szovjet űrprogramnak milyen fontos gyárai és milyen fontos szellemi központjai, meg milyen fontos vezér egyéniségei voltak ukránok. Ez azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert ez nem úgy van, hogy az oroszok oda telepítették a cuccokat és elvitték, hanem itt bizony részben ukrán szellemi tőkéből is hozták létre ezeket a dolgokat. Tehát nyilván Nem úgy kell őket tekinteni, mint valami gyarmatra ilyen szempontból, hanem bizony ők mély, teljesen benne voltak ezeknek a megépítésében, a megtervezésében, a gyártásában, tehát közel sem olyan egyszerű a helyzet, hogy most ezt az oroszok valamilyen alapon hazaviszik, mert miért? Az atomfegyverek esetében, mondom, erről így megegyeztek. Na, szóval hát ez egy ilyen trükkös helyzet. Na, szóval ez van Jevpatóriával, de akkor visszatérve, hogy mi a helyzet Nyipróban, ahol ugye nagyon pörgött a rakétaipar, és a rakétaiparnak ugye nem minden szovjet rakétát gyártottak ott természetesen, de néhány emblematikus típust. Az egyik, az a Ciklon néven elhíresült rakéta,
ami eredetileg egy ilyen ICBM lett volna, vagy egy interkontinentális ballisztikus rakéta, és annak is használták, de aztán űrkutatási hordozó rakétává is előlépett. Ciklon 1, Ciklon 2, ugye ebből rengeteget építettek. A másik, amit meg kifejezetten űrkutatási, vagy űrtevékenység céllal hoztak létre, az a Zenit, ami azt jelenti, hogy Zenit. Az egy... Hát egy fantasztikus rakéta konstrukció volt tulajdonképpen. Az Energia programmal együtt tandemben fejlesztették, ugyanis a szovjet űrrepülőgép program volt, ugye a Burán, volt a Burán űrrepülőgép, a Burán hordozásához, meg egyéb más ilyen nagy terhek hordozásához kifejlesztették a világ egyik legnagyobb rakétáját, az Energiát. Ez egyébként kétszer repült összesen, mind a kétszer tök sikeres volt, 87-ben és 88-ban, de hát aztán összedőlt a Szovjetunió, és hát persze egy ilyen gigantikus katonai fejlesztő projektre nem volt pénz, úgyhogy ezt jól leállították. Volt is erről régen ebben szokorébresztő. Na, viszont az Energia rakéta, azt valahogy úgy kell elképzelni így ránézésre, mondom csak ránézésre, mint mondjuk az amerikai űrrepülőgépet, vagy még inkább, mint mondjuk az Ariane 5 rakétát, azt most mindenki sokszor látta, ugye most, hogy néztük, hogy a James Webb űrtávcső felment, már mindenkinek a könyöke jön ki a James Webb. Na, az is egy olyan rakéta volt, hogy középen van egy nagy rakéta, és a két szélén két segédrakéta. Na most ehhez hasonló volt az Energia is, volt egy nagy központi rakéta, és a két szélén volt kétszer kettő darab segédrakéta, vagyis összesen négy, amelyek segítettek például ezt az orosz vagy a szovjet űrrepülőgépet a Buránt pályára állítani. Na, ezeket a segédrakétákat hívták lényegében Zenitnek, mert ezek egyrészt az Energia részei voltak, másrészt viszont olyan erősek voltak, hogy önmagukban is alkalmasak voltak a különböző verzióban 6-13 tonna tömegű űreszközök pályára állítására. Most ez a Zenit rakéta, ez teljes egészében ilyen módon Ukrajnában készült, legalábbis az első fokozata. Bizonyos verziójában volt olyan kiegészítő fokozat, ami Oroszországban készült, és akkor azzal együtt szerelték össze, de ez mind ott épült Dnyipróban, a Juzsnajának a szerelőcsarnokában. Ja, egyébként érezzük, hogy itt természetesen teljesen össze van egymásra von utalva a két ország így űripari szempontból, mert Ukrajnába gyártják a rakétákat, de Ukrajnából rakétát nem lehet felbocsájtani. Na, ez majd be fog hozni még egy csavart. Mert ugye mondtam, hogy például Bajkonur az Kazaksztánban van, de amúgy ezen kívül az oroszoknak vannak egyébként rakétaindító helyei a saját területükön is. Tehát például az Zenit rakétát azt lehet indítani több helyről Oroszországból, de Ukrajnából egyáltalán nem. Tehát van nekik egy rakétagyáruk, van nekik egy know-how, hogy ezt hogy kell csinálni, de például ez egy kérdés volt, hogy ezt honnan lehet indítani. Egyébként egy nagyon, nagyon sikeres rakéta volt ez, és még mindig az, csak most éppen van egy kis gond, mert hogy, na még egy kicsit az Ennyitről azért, tehát ez egy nagyon ügyes rakéta. Elon Musk egyébként a SpaceX-nek a vezetője azt magyarázta, hogy... ez az ő kedvenc olyan rakétája, amit nem ő fejlesztett ki. Tehát nagyon elismerően nyilatkozott az Zenitről. És egyébként az üzleti életbe is nagyon betört. A 2000-es években még díjat is kaptak a következő invencióért, vagyis innovációért, ami létrehoztak egy nemzetközi koncert, amit egyébként a Kajmán-szigetekre jegyeztek be, de ez egy Oroszország, meg Norvégia, meg amerikai cégek, és Ukrajna együtt, természetesen Ukrajna volt itt a fő legkritikusabb ebben, de létrehoztak egy konzorciumot, amit úgy hívtak, hogy Sea Launch, vagyis tengeri start. Ezt 1995-ben hozták létre. Az amerikai oldalról egyébként a fő menedzser ennek a projektnek a Boeing volt, és ennek az volt az ötlete, hogy mondtam, hogy ugye, hogy az egyenlítőről a legegyszerűbb rakétát indítani egyenlítői pályára, mert ott ugye tulajdonképpen tényleg 100 kilókban mérhető, hogy ugyanazzal a rakétával mennyivel többet lehet felvinni, hogyha az ember az egyenlítőről indítja, mint hogyha mondjuk innen. Ezért aztán ugye kiderült, hogy jó, akkor kéne tudunk mindig az egyenlítőről indítani, de hogy lehet ezt megoldani? Egy átalakított úszó olajfúró tornyot átalakítottak starthelyé. Ez volt a Sea Launch. Erre szerződött ez a konzorcium.
Volt hozzá még egy hajó, egy ilyen úszó, irányító és követő hajó, nagyon hasonló ahhoz, amit a kisembernek mondtam itt a telefonban, hogy azt is úgy kell, volt ez a irányító hajó, ami ott volt, eltávolodott ettől a olajfúró toronyból átalakított starthelytől, és akkor onnan rádióval követte a startot, meg irányították a rakétát, vagy amit éppen kell, és hát ezt bárhova el lehetett vinni. Ahol éppen optimális volt a starthoz. Jellemzően mondjuk az, mondom, az egyenlítőre konkrétan. Tehát, hogyha konkrétan az egyenlítőről történtek startok, akkor azok C-launch startok voltak, és 30 valamennyi sikeres startot hajtottak végre. Ám de ez a konzorcium azért mégsem volt annyira sikeres, mert csődeljárást kezdeményeztek maguk ellen 2010-ben, tehát annyira azért nem jött be a biznisz mégse. És utána csődbe ment a dolog, és onnantól kezdve egy orosz cégcsoport szerezte meg benne a többséget, tehát a C-Launch, ez egy orosz, oroszok által dominált vállalkozás lett innentől kezdve. A Boeingot ezzel egy kicsit kigolyózták, tehát a Boeing azt mondta, hogy ő nem kapta vissza a pénzét, úgyhogy egy 350 millió dolláros pert indított egyébként az orosz energiavállalat, meg az ukrán Juzsnoje ellen. És ugye a lényeg, hogy ezt nem mondtam eddig, de erre fut ki az egész, hogy ez a C-Launch, ez a Zenit rakétákat használta. Tehát ezt a rengeteg nemzetközi startok, ugye ez mindig úgy működik, hogy van erre egy piac, tehát vannak országok, amik rakományokat akarnak feljuttatni földkörüli pályára, és akkor vannak ezek a lényegében fuvarozó cégek, amik egymás alá igyekeznek licitálni. És mondom, a 2000-es évek elején ez egy jól menő vállalkozás volt ez a C-Launch, ehhez gyártották elsősorban a Zenit rakétákat ott Nyipróban, de onnantól kezdve egyrészt ugye összedőlt a cég, másrészt aztán utána tovább jött ugye a balhé, mert oké, volt ez a per, de orosz többséggel azért működött a cég, ám de jött a Krím elfoglalása. Na most a Krím elfoglalása után értelemszerűen az ilyen jellegű kereskedelmi kapcsolatokat megszakította egymással a két ország, vagyis Oroszország meg Ukrajna, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve az Zenit rakétáknak a teljes jövője bizonytalan. Érdekes egyébként, hogy azóta azért volt egy start, tehát 2017-ben nem a C-Launch, mert a C-Launch az úgy tűnik, hogy az már sajnos az már elveszett, azt már bevontatták a kikötőbe, és nem nagyon látszik, hogy ezt valaha fel fogják éleszteni, ezt az amúgy elég jó pofa vállalkozást, de azért még így is adtak el ilyen Zenit rakétát az oroszoknak, amit még a Krím annexiója előtt tettek nyílbe üzletet, de aztán megtörtént az annektálás, de a szerződés az már érvényben volt, és akkor leszállították az ukránok az oroszoknak, és 2017-ben is volt egy Zenit start, de azóta nem volt Zenit start. Tehát úgy látszik, hogy a Zenit az sajnos most elég bizonytalan, válságos jövőbe került, és vele tulajdonképpen az egész ukrán rakétaipar, de azért nem teljes egészében, mert itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért nem a Juzsnojének a munkája, az nem a Zenitre terjed ki, hanem vannak nekik megfelelő nyugati kapcsolatai is. Például az amerikai Northrop Grumman gyár által épített Antares rakétának, amit Amerikából indítanak, annak az első fokozata is itt készül Ukrajnában, illetve az európai Vega rakétáknak az egyik hajtóműve, az egyik fokozatának a hajtóműve, és az RD-843-as hajtómű. Tehát ők készítenek, és persze vannak mindenféle tervek, tehát egyébként, hát most ezek annyira már nem látszanak realisztikusnak, de 2000-es években még nagyon nagy rakétaépítési tervekkel jöttek elő az ukránok, az ukrán nemzeti űrügynökség, például a Majak óriás rakéta terveivel, ami hát egy olyan nagy rakéta lenne, ami az oroszoknak az Angara rakétájával összemérhető mértékű. Na igen, egyébként ukránok mindenhol az orosz űrprogramban, de még nem is emlegettem, még akkor még meg kell említenünk Vladimir Cselomeit, hogyha már emlegetjük a nagy rakétákat. Cselomej szintén ugyan orosz, de ukrajnai orosz, ugye nagyjából úgy néz ki az etnikai térkép, hogy főle akkor tájt, hogy Ukrajnának a háromnegyede ukrán nyelvű, beszélő, és valahol ott húzódik lényegében ott pont a Dnyeper határán, vagy Dnipro határán a,
kulturális nyelvi határ, és akkor onnantól keletre vannak inkább a jellemzően orosz többségű területek, tehát ott oroszul beszélnek, de az még masszívan Ukrajna része. Tehát onnan származott például Vlagyimir Cselomej, aki a jelenlegi legnagyobb orosz hordozó rakétának, a Protonnak a kifejlesztésében dolgozott a 60-as években. Na, ezt is még azért így beszúrtam, mint információt, hogy esetleg nem mondtam volna eddig elég adatot. De felmerülhet a kérdés, hogy hát mi a helyzet az emberes űrprogrammal? Mi a helyzet például az űrhajósokkal? Volt-e ukrán űrhajós? Most ugye ez is az a kérdés, hogy ezt hogyan nézzük. Azt már említettem, hogy a Szovjetunió lakosságának az 1/5 ukrán volt. Ezt egyébként elég jól lefedi az orosz űrhajós csoport is. Tehát elkezdtem összeszámolni, hogy hány olyan űrhajós van, aki Ukrajnában született és volt fönt. És elég sok. Tehát rögtön a negyedik szovjet ember, aki felment az űrbe, az Pavel Popovics, vagy ukránul Pavlo Popovics. Ő az első olyan ember, aki feljutott az űrbe, aki Ukrajnában született. Egyébként nem az egyetlen volt ebben az első Vostok űrhajós csoportban, aki ukrán volt. Ugye ez a Gagarin és a többiek űrhajós csoport. Pont a Gagarin startja előtt néhány héttel volt az a szerencsétlen baleset, hogy a csoport legfiatalabb tagja, Valentin Bondarenko, az egy ilyen földi tesztben életét vesztette, mert egy tiszta oxigén légkörrel feltöltött tesztkamrában lángra kapott. Konkrétan az történt egyébként, hogy alkoholba áztatott egy vattát egy ilyen gyakorlaton, hogy kidörzsölje, vagyis hogy kezelje az egyik orvosi észlelő tappancsának a helyét, és akkor ezt ráejtette egy gázrezsóra, ami ott volt. Mert ez egy olyan gyakorlat volt, hogy szeparálták az űrhajóst, és 15 napig bent kellett lenni tiszta oxigén légkörbe. Elég hülye teszt, de ilyeneket tényleg csináltak. És viszont a tiszta oxigén légkörbe, ez, hogy az alkohollal átitatott vatta ráesett a gázrezsóra, ez olyan szintű tüzet robbantott be, ugye tiszta oxigénben sokkal jobban terjed a tűz, hogy bent égett szegény Valentin Bondarenko. 25 éves volt, 1961. március 25-én, amikor meghalt, tehát ő lehetett volna az első ukrán ember az űrben. Pavel vagy Pavlo Popovics lett az első, de találunk például a híres űrhajósok között sok ukránt, például gondoljunk Beregavolyra, aki Beregavoly altábornagy, aztán később ő lett a Csillagvárosnak a korlátlan ura, mert ő lett a Csillagváros vezetője. A Csillagváros ugye az a hely, ahol az orosz űrhajósok készülnek föl, ő is ukrajnai születésű volt, de mondhatjuk Dobrovolszkit, aki 1971-ben sajnos meghalt szintén, de úgyhogy az első űrállomásról, a Szajut 1-ről sikeresen teljesített 21 néhány napos repülés után jöttek vissza a földre a háromtagú személyzettel, és sajnos kiszökött a kabinból a levegő. De itt van Liachov, Kizém, sőt, általában, amikor kóra végződő nevet látunk, akkor gyanakodhatunk, hogy ukrán származás emberekről van szó, tehát itt van mostaniak közül Onufrienko vagy Yuri Gidzenko, ugye ők is ukránok, de ők ugye mind szovjet színekben mentek föl, illetve aztán orosz színekben, akkor is, hogyha Ukrajnában születtek. Egyetlen egy olyan eset volt, Leonid Kadenyuk esete, aki a 90-es években ment föl az STS-87-tel egy amerikai űrrepülőgéppel, és ő volt az egyetlen ilyen ukrán űrhajós, aki ukrán nemzeti színekben ment föl. 1997-ben történt mindez. Ő egyébként korábban éppen a Burán űrrepülőgép programon vett részt képzésben, tehát még a szovjet időkben is ő a szovjet űrhajós csoport tagja volt. De aztán ő nem maradt Csillagvárosban, ő Ukrajnába került, de aztán volt egy lehetőség, hogy egy amerikai-ukrán együttműködés keretében lehet ukrán űrhajós, és akkor ő ment föl. És egyébként aztán később ő is politikai karrierre adta a fejét, még a Kucsma, hogy hívták, igen, Kucsmának a pártját támogatta a Radában, ugye így hívják ott a parlamentet. De aztán ő meg elhunyt 2018-ban. Na, viszont a lényeg, hogy ő rajta kívül nem volt olyan ember, aki konkrétan a mai ukrán zászlóval ment fel az űrbe, annak ellenére, hogy tényleg látjuk, hogy itt aztán elég komoly ilyen rakéta termelő nemzetről van szó, és hát a lényeg az, hogy nagyon érzékenyen érinti itt az ukrán űrkutatást, meg az űrtevékenységet ez az egész sztori olyan szempontból, hogy most ugye
attól kezdve, hogy megtörtént a Krím annexiója, és befagytak az orosz-ukrán gazdasági kapcsolatok, ugye kérdésessé vált, hogy mi lesz azzal a rengeteg zenyit rakétával. Annál is inkább, mert ezt nem is mondtam, de aznál is inkább fontos, mert a leggyakrabban használt konfiguráció a zenyitnek, amit a C-Launch-ról is indítottak, az olyan volt, hogy a felső fokozata viszont Oroszországban készült. Tehát ez a rakéta is jól demonstrálja, hogy micsoda egymásra utaltság volt itt, és hát most sajnos a hiába remek konstrukció, ugye Elon Musk kedvenc rakétája, de hát ennek ellenére bizony azt mondhatjuk, hogy most nagyon bizonytalan ennek a remek rakétának a jövője, de mint láttuk, azért a nyugat felé azért működnek a bizniszek, tehát több európai, illetve amerikai rakétához is szállítanak hajtóművet ugyanebből a gyárból. Úgyhogy hát az egy jó kérdés, hogy mi lesz. Évek óta terveznek egy telekommunikációs műholdat felbocsájtani, hát az most teljesen kikerült a látóhatáron kívülre. Tehát Ukrajnának lett volna egy saját fejlesztésű és építésű, és nyilván egy zenyit rakétával felbocsájtásra előkészített telekommunikációs műholdja, hát most azt nem távközlési műhold, azt nem lehet tudni, hogy azzal mi lesz. Tehát ez a helyzet. A Szovjetuniónak az ipari szempontból egyik legfejlettebb utódállamában az űrkutatás szempontjából jelen pillanatban, és hát majd meglátjuk, hogy mindez hogy fog alakulni. Gondolom, hogy a politikai történések tekintetében itt külpolitikai értelemben nem nagyon lehetünk optimisták, hogy itt majd hirtelen egymásra talál Oroszország és Ukrajna, és akkor újra elkezdik a közös rakéta bizniszt, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Felmerül természetesen mindig, hogy az Európai űrügynökségbe belépjen-e Ukrajna. Ez egy érdekes kérdés, de itt azért még inkább ilyen társulási, partnerségi viszonyról lehet beszélni. Arról viszont abszolút, hiszen hallhattuk, hogy az európai Vega rakétának a hajtóműve is ott készül. Hát az adásidőnknek a legvége felé közeledünk, úgyhogy tényleg már csak néhány szolgálati közlemény. Nagyon úgy tűnik, ami számomra egy új információ volt, hogy lesz majd egy csere. A csere az úgy fog, ugye a szokolébresztő két hetente jelentkezik, de majd lehet, hogy továbbra is két hetente fog jelentkezni, csak elképzel, vagyis tervben van, hogy el lesz csúsztatva egy héttel, ez nem tudom mikor lép érvénybe, de elvileg érvénybe fog lépni a nem túl távoli jövőben, úgyhogy majd itt akkor résen kell lenni, úgyhogy minden rendszer. De természetesen nagyon érdekes külpolitikai műsort hallhatnak azok is, akik véletlenül ezt nem veszik figyelembe, hanem véletlenül a szokott időpontban kapcsolják be, azok sem fognak csalatkozni. Dr. Benda László fog érdekes külpolitikai témájú dolgokat mesélni a másik hetekben, úgyhogy ugyanitt. Na, de majd akkor ez kiderül, csak résen kell lenni nézegetni a tilos ajánlókat, és egyébként, ahogy a betelefonáló is mondta, a kisember, itt nyilván az van, hogy vissza lehet hallgatni minden adást, több helyen is, az egyik ugye a Tilosnak a felülete, a Tilos Archívum, tényleg a Google Podcastba is, ha beírja az ember, akkor kijön, de van nekünk egy gyűjtőhelyünk, ahol mindent és meg más podcastokat is gyűjtünk, amiket mi csinálgatunk, meg még cikkeket is írok ezekhez az adásokhoz így utólag, az annak a helye meg Parallaxis, kettő L van benne, parallaxis.emtv.hu, tehát ott lehet tájékozódni még egyebekről, meg meghallgatni magát a Parallaxis podcastot is. Ami szintén a váltó hetekben volt eddig. Most akkor lehet, hogy ez is összecsúszik. De úgy van, hogy mindig van egy szokolébresztő, és aztán a következő héten mindig van egy Parallaxis podcast, ami nem annyira szorosan űrös témákról szól, de érdekes dolgokról. Legközelebbi adás például jövő héten azt hiszem a holográfiáról fog szólni, ami szintén egy izgalmas dolog. Annak is a épp úgy fizikai, mint science fiction vonatkozásairól. Viszont a mai adásidőnk az lejárt, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én voltam Dr. MZ per X, a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencián modulált sávján. Mindenkinek további szép napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.